Sziasztok! Régen jelentkeztem már új lyukas óraadásra. Elég sűrű volt az ősz. Egyik-másik formációval fel is léptünk, itt-ott. Nyilván vannak pozitív és negatív tapasztalatok, de ugye sajnos ezt el kell fogadni. A mai világban már szerintem a szórakozóhelyek nem annyira szeretnek kifizetni egy mondjuk négy tagú zenekart, inkább hívnak egy DJ-t egy órára, ahol aki 90-et megkeres. Viszont, ha belegondolunk, egy zenekart meg elhívnak játszani, azt mondják, hogy fizetnek neki úti költségek, meg fogyasztást. Hát én nem tudom, hogy mi a... Tehát 2024-ben ez nekem elég furán hangzik, de ezt el kell fogadnunk. Úgyhogy a zenélést ugye sokan nem azért csinálják, hogy pénzt keressenek belőle, nyilván mindenkinek megvan a maga plusz kereseti forrása, vagyis hogy fő kereseti forrása, mert hogyha nem lenne, akkor nem biztos, hogy a zenélésből meg lehetne élni, legalábbis több lábon. Ki kell találni azokat a dolgokat, ugye, amivel megélhetünk abból, amit szeretünk csinálni. Az egyik órámon, hát igazából onnantól kezdve már több órámon is, felmerült az a kérdés, hogy mi a fenét lehet csinálni egy backing trackre. Na hát, ez elég komplex feladat, ugyanis, hogyha nem tudjuk a hangokat, tegyük fel az akkordnak a hangjait, ámol, szepti, meg ilyenek, akkor elég nehéz dolgunk van, mert ez például nem vizuális, memóriás feladat. Tehát, hogyha egy backing track-en látom, hogy AM7, és aztán jön egy D7 vagy D9, akkor tudnom kellene, hogy ezek mit jelentenek. Tehát, hogy alapvetően nem lenne baj, ha megismernénk a hangszeren a hangokat, ráadásul az se lenne baj, hogyha megismernénk azt, hogy mondjuk egy miből áll egy dur septim, egy mol septim, egy major septim, tehát ez a legnépszerűbb akkordok. Ugye is most pont egy ilyen két akkordos backing track-et vágtam ki, csak hogy a kezdők is el tudjanak kezdeni játszani, hiszen a játék okoz örömet nekünk szerintem, és maga a kreativitás is fontos lesz ebben a játékban, hiszen az, hogyha tisztázzuk le, ámol szeptimben milyen hangok vannak, tudnom kell. És azt, hogy hol foghatom le. Tehát, hogy ámol szeptim, A hang, C hang, E hang és G hang. Ezeket most nem pengetem meg. Ugye az ámol szeptimnek 2, 3, 4 több verzió is van, hogy játszhatunk le egy ámol szeptimet, de most teljesen az alapoktól szeretném. Tehát, hogy mondjuk, hogyha van egy A hangom, utána van egy D hangom. Most a legegyszerűbb az is, ugye az, amikor alaphangot fogok játszani. Kettőt beszámol. A. D. Ez ugye... Ugye ez nem annyira kielégítő, mert ugye, tehát hogy ez azért kevés. Attól függetlenül szerintem egy hanggal is el lehet játszani, hogyha elkezdünk ritmikázni, például, vagy csak egy rövid példa. Jó a billentyű, meg a dob, meg a perka. Szóval először ugye megtudnám, hogy a backing trackre, tehát általában, nem akarok nagy okosságokat mondani, az a lényeg, hogy én egyre szoktam elhelyezni az alaphangokat. A és D. Na most, az A-moll szeptimben ugye alap, kis terc, nagy terc, kis terc. Ezek a hangközök jönnek egymás után sorba. Ugyanis ez a jellegzetessége a moll szeptim akkornak, hogy alap, kis terc, nagy terc és kis terc. Nem is akarok most még más fekvésbe átmenni. A hanghoz játszani fogok egy nagy szeptim hangot, vagy bocs, kis szeptim hangot, ugye, mert az A-nak a szeptim hangja a G. Na de én nem fel fogom játszani, tehát hogy hangzóba felfele, hanem inkább lefele, ami ugye tőle nagy szekundra van, de attól függetlenül nem a G lesz az alaphang, hanem az A. Tehát, hogy mondjuk tegyük fel, ezt fogom játszani az A-ra. Tehát A, G, A.
Alapszepti. A D-re is azt fogom játszani, hogy alapszepti, mert a D-nek a te szeptim hangja, kis szeptim, az meg C. Szerintem az is jól megáll. Két hányi. Ugye lehet ezt... Lehet ezt bonyolítani. Tehát, hogy első körben én azt mondanám, hogy először ismerjük meg magát a fogást. Tehát, hogyha négyes ujjal fogom az alaphangot, hát akkor egyes ujjal fogom majd a szeptim hangot. Most hozzá fogok csapni egy tercet is. Tehát, hogy vagy alaphang terc, mert ugye az A-nak a terc hangja mi? C. D-nek a terc hangja mi? Meg dur. Az pedig fisz. Tehát az A az mol, ezért is terc az alap hanghoz képest a következő hanghoz. A D-hez pedig nagy terc. Mert dur. Tehát, hogy most terc, alap terc. Tehát, akkor ugye már van, hát úgymond három hangom, mert alap, szeptim, terc. Tehát, hogyha úgy csinálnám meg, hogy még talán át is vezetek, nézzük meg. Ez sem rossz, szerintem. Nekem ez is tetszik. De azt ne felejtsük el, hogy az A mol szeptimben van A, C, E, G. A, C, üves E, és G. A D dur szeptimben pedig, vagy D dur 9-ben, de most én nem fogom használni a 9-es, bocs. Tehát, hogy az egyszerűség kedvéért csak D, Fész A, C, ugye 1, 3, 5, 7, nem tudom, hogy ki milyen szinten van elméletben, de azt a legfőbb, hát szerintem a három, nekem a három legfontosabb a mol szeptim, dur szeptim, major szeptim. Ezeket, hogyha benyalja az ember, akkor bármilyen backing trackre már tudok, bármilyen backing trackhez tud alkalmazkodni. Ugye van a bővített, szűkített, de azok sem állnak ennyire távol, tehát ott teljesen annyi van, hogy egy bővítetnél nagy tercek vannak, egy szűkítetnél meg kis tercek vannak egymásra. Tehát, hogy alapból tercekbe gondolkozom egy kísérlet szempontjából. Tehát amikor, tehát visszatérve oda, hogy akkor a D, fisz, A, C, D, fisz, A, C, akkor meg is történik a dolog. Most bepróbálom rájátszani. Tehát már ezzel is tudnék játszani, de ez ilyen iskolás módszer, tehát ugye most mindegyik hangot kijátszottam, de tegyük fel, hogy nem szeretném kijátszani, csak elkezdem, egy kísérletet szeretnék összehozni. Ugye most még mindig csak abban a pozícióban vagyok, hogy négyes ujjal fogom a basszust, az alaphangot. Tehát lehetne ezeket fokozgatni, tehát ritmizációval, de első körben én a hangokat tanulnám meg, az akkord hangjait, amiből állnak. A, C, G, D, Fis, A, C. A, C, G, D, Fis, A, C. Oké, okay. És hogyha tovább szeretném ezt fejleszteni, igazából
rengeteg-rengeteg lehetőségem van, hiszen majd nézzétek, majd átvezető hangokat fogok belerakosgatni. Ugye a szeptim és az alaphang közé teszek majd egy kis szekundot, és majd ez szerintem jól fog hangzani. Szerintem D. Innentől kezdve még lehet játszani ezzel a kromatikus dologgal, ami nekem az egyik kedvencem, ugye már volt valamelyik videó, amiben csináltam ilyet, hogy például most átmentem erre az ára is, meg erre az ára is, de délre, de nem, most az nem fontos. Ugye, és akkor még mindig tervpozícióban vagyok, úgymond, mert nekem ez tervpozíció jelent, hogy alaphang, terc, az áll kézre nekem. Tehát, és akkor ott van a másik, ugye, amikor a D-hez a nagy terc pozíció, de még nem megyek át direkt oktáv pozícióra, mert ott is lesznek lehetőségek, az egy másik videó lesz. A harmadikban meg majd azt fogom megmutatni, hogy igazából milyen skálákat lehetne erre játszani. Tehát, ha letisztáznám azt, hogy A, D, aha, D. Tehát, hogy ezek az A hang, D hang, A hang, D hang. Most nézzük meg, hogy csak alaphangot játszunk, de négyes ujja. A, D, A, D, A, D, A, és stop. Na, és még elfelejtsük azt, hogy itt is van A hangunk. A üres D-t most jelenleg nem fogok használni. Pókaigon sokat használta, és nagyon, ő például nagyon változatosan tudott. Ő szerintem az egyik legjobb blues basszusgitáros, hanem a legjobb már Magyarországon. Tehát akkor azt mondanám, hogy a lehetőség, tele vagyunk lehetőségekkel. Nincs olyan, hogy azt mondom, hogy egy backing track-re nem tudok mit játszani. Hogy ne tudnék mit játszani? Szóval tele vagyunk lehetőségekkel, szerintem. Most loopoltam, és ugye megnézzük, hogy mi történhet, hogyha mondjuk végigjátszok. Most A-val fogom kezdeni. Thank you.
igazából csak a kreativitásunk hiánya szabhat át annak, hogyha nem tudunk valamit játszani egy backing trackre. Csak azt mondom én, hogy nem baj, hogyha az ember egy kicsit tisztában van az elmélettel, és tudja legalább hát két-három verzióba felbontani az akkordot. A-moll septim, D-dur 7, vagy 9, vagy tehát, hogy és több helyen is fel tudja bontani, onnantól kezdve lesznek meg a lehetőségeink, hogy mire tudunk építkezni. Remélem, hogy segítettem, a következőben majd átmegyek az oktáv pozícióra, ugyanis abban is vannak lehetőségek, majd megnézzük, hogy ha már nem basszus játszunk rá, hanem mondjuk kipróbálunk egy pentatont, aztán a pentatont kibővítjük, mint a modális skálára, milyen hangnembe kerülünk, tehát ezeket mind érdemes átnézni, tehát tudatossá tenni a játékunkat. A másik dolog a technika, ugye, hogy ki milyen újrenddel játszik, mert ugye ez itt tetszik. Duplázik. Tehát igazából egy csomó fajta technika van, amivel a jobb kéz rengeteg mindenre ad lehetőséget, úgyhogy szerintem próbálkozzatok, és ne ott adjátok fel, hogy igen, szól valami, hanem fejtsétek meg, hogy mit lehetne játszani rá. Amúgy A-moll septim, D-dur 7, A-moll septim, D-dur 7, vagy D-dur 9, de hát ez, na, nem mindenki szereti ezt lefogni, így, ugye akkor mit tudom én, lehetne így, szépen szól. Tehát én át megpróbálnám megtanulni az elméletet a kvint körtől kezdve minden, amit lehet, és aztán lehet, ha a kettő, a technika és az elmélet összeér, akkor vannak olyan basszusgitárosok, mint például szerintem a Dirty Lux-nak a basszusgitárosa, ugye, akkor például a Gudicsúr, egy Temesi Berci, nagyon-nagyon megboldogult Szappanos Gyuri, tehát, hogy apám, olyan, ott összejött minden. Mármint, hogy az egy tudatos játék. Köszönöm, hogy megnéztél. A következő részben, akkor majd megyek tovább az oktáv helyzetre, ott is lesznek lehetőségeink.